Holoda Attila, tehát a vendégünk és az előbb mondtam, hogy hát nem kifejezetten vidám és vicces téma általában az energiapiac, főleg az elmúlt években sok örömünk nem volt benne. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ám hát mégiscsak azért az tulajdonképpen vicces, hogy miközben úgy tűnik, hogy a mi villany és gázszámlánk változatlan tételeket mutat Ides Tova másfél éve, két éve. De ehhez képest a KSA ki tudta mutatni azt, hogy mennyit takarítottunk meg és mennyivel olcsóbb. Hát hogyan van ez? Ez azért van, mert ugye két ár van jelenleg. Van ugye az úgynevezett rezsivédett ár, és ehhez képest van egy növekvő ár, hogyha valaki túllépi a részére biztosított kedvezményes normát, és természetesen attól függ a, a KS által számolt átlag ár, hogy mennyit fogyasztottak az emberek az egyikből, és mennyit a másikból. Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt év az elég enyhének bizonyult egyébként, tehát fűtési szempontból nem kellett túl sokat erre fordítani. Talán a nyár sem, volt annyira erős, hogy a klímákat mindenki maximálisan üzemelje. Meg hát azért utolsó, nem utolsó szem... Meg voltunk hiérzve. Mindenki oda, odafigyelt rá, így Hát van. persze. Odafigyelt rá. Na jó, de hát akkor... Szóval én értem, hogy sokféleképpen lehet mindent számolni, meg hogy a statisztika mindenféle gondolkodásmódot elvisel, csak legyen benne valami koherencia. De hát azt kimutatni, hogy ettől lett kisebb az infláció, mert hogy én takarékoskodtam a saját számlámon, hát azért, hogy mondjam, bizarr gondolat. Hát annyiban nem bizarr, ugye, hogy, hogy van egy olyan tétel az infláció számításban, hogy az energiára fordított jövedelmek része, és ugye mivel mindenki igyekezett takarékoskodni, és mindenki viszonylag jól odafigyelt arra, hogy mennyit, mennyit tart az úgynevezett csökkentett árból fogyasztott résznél, ebből következően kevesebbet fogyasztott. jó, de ez olyan, hogyha kevesebbet eszem, akkor kisebb az infláció, mert kevesebb sajtot ez vettem. Van. Ez hát egyébként így van. Tehát, hogyha csökken a fogyasztás, akkor bármennyire is ilyetett, ha csökken a fogyasztás, akkor csökken az infláció, vagy legalábbis, hogyha az a fogyasztás csökken, ami drága termékekre vonatkozott. Eddig kifejezetten enyhe ez a telünk is, bár volt egy-két keményebb nap, és hát még valószínűleg lesz is, tehát egy egy kiki ezt egy nagyon enyhe élnek még túlzás. De minden esetre nem kellett agyon fűteni nagyjából ezt az elmúlt két hónapot. Sőt, olyannyira nem, hogy a, a szeptember-október az kifejezetten meleg volt. Nem véletlen, hogy sokan rácsodálkoztak arra, hogy hogy az úgynevezett átlagőmérés, tehát magasabb volt, mint a, mint a 20 évi elmúlt átlag. Ebből következően picit lejjebb került az úgynevezett jelleggörbén számított kedvezményes mennyiség. Ezt mindenki meg fogja ettől függetlenül az egész évre vonatkozót kapni, csak egy picit átolták ezt a hidegebb időszakokra. Hát most van néhány hideg napunk, én nem gondolom, hogy ez nagyon keményen azért megváltoztatná a, a fogyasztás mértékét. Ugyanakkor arra mindenkinek érdemes figyelni, hogyha valaki már 2000 köbméter körül fogyaszt, ott azért már gyakorlatilag annyit fizet érte a teljes összegért, mint hogyha, mint hogyha a piaci áron vásárolná. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy miközben az úgynevezett eh, rezsivédett eh, rész az nagyon alacsonynak mondható, és valóban Európában a legolcsóbb, de mondjuk 1900 köbméteres fogyasztásnál már ez nem igaz, hiszen akkor bejön az úgynevezett eh, magas ár, vagy versenypiaci költségeket tükröző ár, ez a gáz esetében hétszeres a villamos energiában esetében meg kétszeres. Csőnök, tessék növelni az inflációt, nem utolsó sorban meg vigyázni a fogyasztásra, mert a zsebünk megy tönkre tőle. Uh, viszont, hogyha ennyire enyhék a telek Európában, ez jelenti azt, hogy automatikusan a világpiaci árról csop? Jelenti azt, hogy olcsóbb, hiszen ilyenkor téli időszakban megszokott nőni. Tél van, többet fogyasztunk, stb. Ennek ellenére az elmúlt néhány hónapban nem tapasztaltuk azt, hogy visszament volna az ár. Nagyjából ez a 33-35 eurós árat tapasztaljuk most is a piacon. Ez azt jelenti, hogy van elegendő földgáz a, a piaci kínálatban, és ehhez képest mivel ennyi a tél, nincs akkor a fogyasztás, a tárolók már tele vannak, vagy tele voltak a tél elejére, nem nagyon tudták már hova rakni a földgáz gázmennyiséget, ezért az ára tartósan alacsonyan marad. Egy új pályázat jelen, meg napelemes pályázat. Nagyon sokan nagyon régóta vártak erre. Van-e benne valami igazi újdonság? Hát az újdonság, a legnagyobb újdonság az, hogy már nem csak napelemre pályáznak, hanem együtt egy, együtt egy energiatároló egységgel. Az azt jelenti, hogy valamekkora napelem teljesítmény, általában ez egy olyan 5000 öteze, öt, wattig, tehát 5 kilovattos teljesítményig tart a pályázat, illetve 10 kilovatt óra maga a tárolókapacitás. Eddig ilyen nem volt kár hogy nem volt egyébként, és talán azt mondom, hogy picit meg is késett ez a dolog, hiszen jelenleg Magyarországon több mint 200 ezer háztartáson van már jelenleg napelem fent a tetőkön. Kellett volna, hogy hamarabb társuljon ezzel, ezzel a energiatároló részsel. Ez gyakorlatilag egy akkumulátoros egységet és magát a napelemes egységet jelenti. Eddig ilyen típusú pályázat. Ha valakinek a, a háztetőjén már van napelemű pályázat, csak a tároló egység. Sajnos nem, sajnos nem, és én e e ezt hiányoltam is egyébként, hogy kellett volna, hogy erre. A, a már felszerelt több mint 200 ezer e, napelemes rendszerhez valami fajta kiegészítéssel e, ezt a tároló e, pályázatot szintén kiírták volna. Jelenleg ez most csak így szól, hogy együttesen kell pályázni, tehát hogy akinek mind a két rendszerre szüksége van. Az alap problémát az jelenti, hogy azért 200 ezer háztartáson már fenn van a napelem. Mondjuk azt, hogy akinek erre volt pénze, elegendő pénze, az nagy valószínűséggel a jelentős része megtette ezt a pályázatot, és bizony neki hiányozni fog az, hogy nincs hozzá egy tárolói kapacitás, nem feltétlenül kizárólag nekik, hanem magának a villamos energiarendszer üzemeltetőjének, akinek ez segítség, hiszen nem a, nem a, rendszer terhelik azzal az időszakkal, amikor éppen nincs otthon a család, de azért termel a napelem, hanem tárolja a, a magába az akkumulátorrendszerbe. De a, a családnak is jó, jön. Jön, mert hazajön a család, és van, van még kakaó a rendszerben. Akkor is vissza tudta venni, ugye a, 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 korábbi szaldós elszámolásba, gyakorlatilag napközben beadta, este, mikor hazajöttek, akkor visszavették, csak ugye az emberek nem nagyon érzékelték, hogy a rendszerünk alkalmatlan arra, hogy tárolja az energiát, így viszont ilyen kis lokális egységekkel meg lehet oldani az, hogy a rendszer helyi terhelése nem nő meg. Előbb említette, hogy, hogy akinek már volt pénze. Nagyon sokan úgy számolták, hogy bár meg tudnák tenni, de nem éri meg kinek éri meg, akinek még nincs, ugye? Ak akinek biztosan megéri, már fölrakta valószínűleg, ha meg tudta engedni magának. Hát a, azért itt a két különböző rendszer, tehát a, a korábbi szaldós elszámolásban gyakorlatilag mindenkinek megélte aki felszerelte. 8-10-12 év alatt megtérült egy ilyen beruházás. Ez a mostani beruházás az annyiban több, hogy egy a napelem mellé telepített tároló, tehát egy akkumulátoros egység, annak az ára az körülbelül ugyanaz, mint a napelem egység. Ebből következően ennek a megtérülés ideje jóval hosszabb. Ugyanakkor, mivel nem bruttó, tehát a bruttó bruttó elszámolásból nem kell neki naponta elszámolni, hiszen valamennyi tárol saját maga is onnan veszi vissza, amikor este hazamegy, így ennek a megtérülése jobb, mint aki csak és kizárólag napelemrendszert rak föl, mert azzal, hogy brutto elszámolásba került át mindenki, gyakorlatilag 16-17 évre húzódott ki a megtérülési idő, hogyha ez társul egy ilyen akkumulátoros rendszer, akkor ez lejjebb jön 13-14 évre, azzal együtt, hogy az akkumulátoros rendszereknek az időtartama az nem olyan a hosszú, mint a napelemek. De éper, azt akartam mondani, éppen mire megtérülne, addigra akkumulátort kell cserélni. Bizony, mert azért 10 évre adnak garanciát ezeknél az akkumulátoroknál. Nyilván fejlődik a technológia, és valószínű, hogy három év múlva már csak legyintünk az ilyen típusú akkumulátorokra, de most még azt látjuk, hogy ezek az akkumulátorok cserére szorulnak nagyjából 10 év után, tehát ennek a megtérülése nem lenne rossz, hogy ha, el, már, itt jobb ha lenne. már legyingetünk. biztos, hogy ez a napelem, amit most ismerünk, és amit most felszerelünk, ez a jövő? Biztos, hogy nem. Tehát az látszik, hogy folyamatosan fejlesztenek új és új napelemeket. Ma már, ugye, akik figyelik a tudományos rovatokat, akkor látják, hogy vannak ennél sokkal korszerűbb napelemek. Nyilván a tömeggyártáshoz azért még el kell jutni. Ma még azok a napelemek vannak használatban, amiket most szerelnek föl a tetőre, de véletlenül 4-5 éven belül már megint el fog jutni odáig a fejlesztési stádiumban ezeknek az új típusú napelemeknek az iránya, hogy azokat fogják behozni, azoknak jobb lesz a teljesítményük, sokkal sokkal kevesebbe fognak kerülni, és véletlenül a megtérülési idejük is hosszabb lesz. Holod, -e? köszönjük szépen. Köszönöm én is a meghívást.